Sziasztok, társalgók és PC guru nézők! Itt ülünk Bodakkal, Ádámmal. Újfent. Én Bőti vagyok. És hát egy a szívünknek kedves témával kapcsolatban érkezett szerintem egy társas, szerintem mind a kettőnk nevében elmondhatom. Egész nyugodtan. Én direkt úgy is öltöztem hozzá. A Jesco Games küldte el nekünk az Evil Dead 2 The Board Game-et, ami hát értelemszerűen a 87-es Gonosz Halott 2 alapján készült, vagy Erdő Szelleme, ahogy sokan ismerték annak idején még narrátoros videókazettán. Hát az alcím, ez az a Dead by Dawn. Mindegy, érdekes de hát magyar címek születtek. Akkoriban is már. Igen. Mostanában is. Főleg. De hát ez egy kultfilm volt. Az persze. Szerintem első pillanattól kb. Az első rész is, meg a második rész is, sőt még a Sötétség serege a harmadik is, hogyha azt vesszük. Éppen úgy, ahogy a sorozat is kultnak mondható. De ezt mondjuk ez a játék egy érdekes életutat járt be. Mert hogy ez már Kickstarteren évekkel ezelőtt áll, sikeresen lezajlott a kampány, aztán eltűnt a készítő. Igen, valahol a kiadó az így felszívódott vele, és aztán csak összehozták. Hát lényegében megmentette a Jesco Games, tehát csinált egy újabb Kickstarter kampány, de úgy, olyan szöveggel, hogy akik annak idején befizették az elsőt, megszerezték ezt a listát, tehát az adminisztrációhoz hozzájutottak, és aki befizetett az első körre, tehát még a régi cégnél, ahol eltűntek a pénzzel, annak ajándékba a lényegében. Persze azt kiírták, hogy ők azt nem tudják vállalni, hogy a pledge az meg legyen, ugye minden pledge, ami annak idején szóba került. Azt kicsit technikásabban kell. De ezért ez egy nagyon szép gesztus szerintem. Hát én nem tudom, hogy ki az, aki hasonlót meglépne, vagy meglépett már egyáltalán. Ugye annyira nem gonosz ez a halott, meg annyira nem is halott. Se nem gonosz, se nem halott. Hála az égnek egyáltalán nem halott. Ja. Hát ugye maga a design, ez a borító is nagyon hangulatos. Nekrom. Van egy ilyen kis védő, itt tulajdonképpen akkor cím nélkül. Csak a Necronomicon, a halottak könyve. Van egyébként egy ilyen kis ajándékkártya hozzá, egy ilyen promókártya. Combat Ash. Itt már azért látszik a design. Aranyos, jó pufa. Hát ugye magának a sorozatnak Ash a főszereplője, aki egy ilyen kis erdei házikónál, aki nem ismerné a történetet, erdei házikónál a társaival töltené a hétvégét, aztán a pincében találnak ugye egy ilyen orsós magnót, ami lejátszva elszabadul az erdőnek a szelleme, illetve hát egy démon lényegében, démonok, akik megszállják a fiatalokat. És hát a játék lényege az, hogy titkos identitás mellett vagy jóként, jó szereplőként, emberként lezárjuk tulajdonképpen a kaput, amin a gonosz átjöhet a világunkba. Vagy pedig, hogyha olyan kártyát húzunk és árulók vagyunk, illetve deadite-ként, tulajdonképpen ilyen démonként, megszállottként a gonosz eljövetelét szeretnénk, akkor azért dolgozunk, hogy a házban lévő megtalált Necronomicon lapokkal megnyissuk ezt az átjárót. Erről egy darabig a társaink nem is tudnak, ugye? Igen. Aztán rá lehet jönni, persze egy idő után kezd gyanús lenni a dolog, ha valaki rosszalkodik. Hát igen, mert ugye lehet cserélgetni tárgyakat, találhatsz is dolgokat, amiket nem muszáj bemutatni a többieknek, tehát nem muszáj elmondani, hogy te mit találtál. Van egyébként Buffy játékuk, sőt van egyébként, ezt még gyorsan megjegyzem, Mega Man, Street Fighter, meg ilyen jó pofoságok. Úgyhogy a kiadó az ilyen nagyon hálás témákba nyúl bele. Úgyhogy nagyon sok mindent össze lehet szedni, nem muszáj tudniuk a többieknek, hogy mi van nálad, és éppen ezért lesz izgalmas az az egész, mert hogy hát majd kiderül, amikor úgy cselekszel, hogy itt vannak például a Necronomicon lapok, ezeket lehet gyűjtögetni. Tök jó, hogy mindegyiken ilyen rendesen ott van rajta valami. Mindegyikből kétféle van.
Nem tök ugyanolyan van, amelyikből három. Nem tök ugyanolyan mindegyik. Meg hát, hogyha ismerős valakinek a film, akkor azért itt vannak olyan tárgyak, amikkel már találkozhatott. Mondjuk például ez a nyaklánc, vannak fegyverek, van barikád, kezdőjátékos jelölő, jópofán nekronomikon. Mindenkinek ugye a saját táblája, akkor sérülés jelölők, és maga az épület, illetve a környéke. A faház. Az emlékezetes pinceajtóval és a többivel. De itt van a kis viskó, ugye a láncfűrésszel. Talán valahol itt sikerült eltemetni a leányzót. Bejárat. Tehát könnyen felismerhető. Ugye a szobákkal, és megvannak azok a helyek, ahol spawnolnak az ellenfelek, ugye mindig a saját körükben, és azok a helyek, ahol lapkákat helyezzük le, és akkor ott kell megszerezni, mert hogy összességében, lényegében ugye mindenki felfedez, mászkál, felszedi az eszközöket, amiket aztán használhat, illetve hogyha vannak deadite-ok, megjelennek a megszállottak, démonok, akkor velük küzd meg. Itt van egyébként az orsos magnum, nagyon jó pofa, még az is ott van az asztalon, a mosatlannal együtt. Tök jó a dizájn szerintem, nekem nagyon tetszik. Egy ilyen nagyjából egyszerű, meg nem ilyen nagyon tarka-barka, meg ilyesmi, de teljesen jó. Ami fontos, ugye a lényekkel találkozva mindig harc van. Harci kocka. Harci kocka, ez is egyedi. Démonfejjel, láncfűrésszel. Értelemszerűen, hogyha láncfűrész siker, a démonfej akkor nem annyira. Ha meg semmi, akkor semmi. Akkor semmi. Van egyébként arra is szabály, tehát van olyan helyzet, amikor úgy dobsz, hogy a semmi is számít. Sötétbe, világosba, mit tudom én akármi. De ez ilyen speciális. Ezt majd utána, mert hogy... Hát van rájos. Az almafejű. A fa. Hát van itt még bőven. Ó, Henrietta drága. Aki ismeri a sztorit megint csak, akkor ő emlékszik azért a... Nehéz elfelejteni. Bájos Henriettára. Igen. De van még egy csomó minden. Minden karakternek van normál emberi, illetve deadite verziója. Ugye attól függően kell használni, amikor már kiderült, hogy valaki esetleg megszállott, akkor azt teszi ki. A filmnek a szereplői jelennek meg, illetve itt van a kéz. Ami szintén felejthetetlen. Vannak nagyobb kezek, ezek már a főellenfélhez. Hát a játék végén boss is van. Jaj, tényleg ezt nem is mondtuk, 14 éves kortól ajánlott, nagyjából 60 perc, és 3-tól 6 játékosig ajánlott, illetve úgy tudnak vele játszani. Na itt van például S-nek a megszállott verziója, de ugye mindenkinek van. Aztán, hát van még itt egy szép adag. Mindig bente vagy a szakértő, milyenek egyébként így minőségre? Nekem jónak tűnnek. Hát anyagát tekintve nincsen vele gond. Kidolgozottsága az meg... Láttunk részletesebbet is már. Nem kiemelkedő. Nem kiemelkedő. De rendben van szerintem, nem tudom. Hát nem vitrínbe fogod kirakni, és hát nem ezzel jó, fogsz persze dicsekedni, hogy de jó lett. Meg de szép, de vállalható teljesen. Hát így jobbára sorjamentes öntött midjantáról van szó. Igen, hát változó. Miniről minire változik, attól függ, hogy melyik öntvényről sikerült leszedni, gondolom. És ugye mindenféle általános démonok szerepelnek sokszor. Ők azok, akik folyamatosan spawnolnak.
És akkor kártyákból is van mindenféle Henrietta. Ugye, akiről már beszéltünk. Boss kártya. Illetve kéz szintén. És a többiek. És akkor ugye a karakterekhez is van minden esetben. Hát lettek rajzolva. És akkor itt vannak az identitás kártyák. Még be ezeket húzzuk. Jóval több a humán, mint a nem humán, ahogy nézem arányaiban. Vannak még eseménykártyák. Ilyenkor minden teljesíteni kell, és akkor úgy halad tovább a játék. Lényegében ennyi maga a játék. Úgyhogy egy elég egyszerű egyébként. De mindenképpen több játékos, tehát ezt ketten ugye nem lehet, egyedül nem lehet játszani. Háromtól, de inkább fölfelé. Az ideális az inkább ez a 4-6 szerintem, ugye az identitások miatt. Nem minden szereplőre egy ember. Igazából az a legjobb, gondolom. Hát az az ideális, igen. És amit még küldtek mellé, az egy ilyen extra doboz. Ebben lényegében leginkább csak plusz karaktereket kapunk, bosszokat, ilyesmi. Szintén a sztoriból ismerősök. Van hozzá egy ilyen kis komponenslista, illetve bemutató. Megszállt szarvas. Igen. Hát eleve, ha már Henrietta és felejthetetlen, akkor ez a verzió szerintem az, ami a legcsodálatosabb és a legemlékezetesebb. De van még itt nekünk. És akkor igen, szarvas például. Egyszer a szimpla megszállott szarvas. Illetve, ha megtalálom, hát vannak fegyverek is amúgy, azok ilyen kis extrában. Balta, lőfegyver. Ezek tulajdonképpen a stretch gólok, nem? Ha úgy veszem. Igen. Amik voltak anno a Kickstarteren, és akkor abból hát nyilván volt, aki többet kapott volna, vagy esetleg kettőt, három. Megszállott mókus. De én emlékszem még szarvasfejre, ezt keresem. Az volt megszállott. Egy filmben nem igazán rémlik, hogy lett volna megszállott szarvas mókus támadás. Igen, az nem annyira. Annyira nem kánon, de hát újraírod az egészet, ugye arról szól a játék. Na, akkor viszont lehet, hogy arra rosszul emlékszem, nincsen megszállott szarvasfej. Pedig a trófea az volt az igazi, ahogy ott röhög. Igen, nagyon trippek volt. Úgyhogy ez az Evil Dead 2 társas játék, ami nagyon szórakoztatónak tűnik, meg nagyon tetszenek az összetevők. A minikről beszéltük, hogy azért nem kiemelkedő minőségűek, tehát nem ezzel fogunk példálozni, hogyha arról van szó, hogy melyik játékhoz voltak a legjobbak a minik. Viszont összességében szerintem megfelelnek a célnak. Vállalható teljesen, persze. Ez a Henrietta, ez különösen szexi. és hát a film rajongójaként, meg úgy egyébként az Evil Dead franchise rajongójaként, vagy akár csak kedvelőjeként, meg aztán pláne, tehát azért ez egy ilyen plusz élvezeti faktor ilyenkor. Hát persze. Emeli az értékét. Ezzel gondolom te ez is simán bármikor. Persze, hogyne. Akármikor. Ez a cukiság is benne van, ez a film végén volt, ugye? Igen. Ő repült szembe. Nagyon aranyos. Hát majd, hogyha lesz borzongás csapatépítő, mindenképpen nyomjuk. Jó, hát a Jesco Gamesnek nagyon köszönjük ezt a csomagot. Én tényleg nagyon értékelem ezt az Evil Dead-es dolgot így összességében. És nagyon kíváncsi voltam, hogy milyen ez így kézzel fogható fizikai formában. Le a kalappal az előtt a vállalás előtt is, amit a régi támogatók felé így megtettek. Tehát az, hogy itt magukra hagyták az eredeti alkotók azokat, akik befizették az összeget, és ők pedig ezt így tulajdonképpen ajándékba
az ő hibájukat jóváhozva ezt odaadták, tehát tényleg le a kalappal. Ha valaki már játszott vele, akkor az írja meg a véleményét, vagy hogy milyen horror franchise van, amiből már volt társasjáték és tetszett, vagy megvan, mert például a Dologból is készült, csak igen, pillanatok alatt elkapkodták és elfogyott, brutál jónak tűnik. Tehát, hogy egy az egyben mindent átvesz a filmből. Rengeteg ilyen van, úgyhogy hogy mi az, amivel játszottatok, mi az a mi kedvenc, hogy mi az a horrorfilm, amiből szeretnétek egy társas játékot, amiből szerintetek valamiért az úgy egy az egybe illene. Úgyhogy ezekre kíváncsiak vagyunk, és természetesen köszönjük, hogy néztetek minket, remélem, hogy tetszett is a videó, iratkozzatok fel, csengettyűzzetek, és legközelebb is tartsatok velünk. Sziasztok!